És már is egy szomorú aktualitás miatt van itt Csonka András, akit szeretettel köszöntünk a stúdióban. Nem csak, hogy egy közös kollégát vesztettünk el, hanem te egy közvetlen kollégát vesztettél el Vágó István személyében, mert hogy a pályátok, a televíziós pályád és az ő tévés karrierje az valahol össze kötődött, mégpedig egy kereskedelmi televízióban. Igen, hát köszönöm szépen a meghívást. Biztos vagyok benne, nagyon-nagyon sokan vannak, akiknek sokkal inkább hely lenne ezen a kanapén, akik közeli barátai voltak, vagy évtizedek óta munkatársai. Én ezt nem mondhatom el magamról, én azt mondhatom el magamról, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon-nagyon boldog voltam, amikor valóban a 90-es évek végén személyesen megismerkedtettem vele, mert addig ugye, hogy az országban több millióan egy tisztelője, egy rajongója voltam. Már nem volt olyan időszak az életemben lényegében, ha visszagondolunk gyerekkorom óta, amikor ne lett volna jelen az életemben, hát rengeteg minden, ő volt valóban az a vízmester, aki ezt a műfajt Magyarországon igazán megteremtette, és sikerre vitte, és minden vetélkedő, amit vezetett, annak itt emlékszem, imádtam, és hát mindegyik abszolút siker volt természetesen, és aztán utána a 90-es évek végén, amikor ugye elindultak a kereskedelmi csatornák, akkor az akkor induló TV2-ben ugye egy vezető arc lett, és ő mutatta be a nézőknek az akkor induló Kifutó című műsort, ami egy ilyen, az első tehetségkutató volt Magyarországon, ugye ugyanaz, mint most a Sztárban, aztán leszek. És egy pár adás után, amikor bemutatta a nézőknek, akkor utána átadta a stafétát nekem. És igazából akkor ismerkedtünk meg, és az volt a fantasztikus, ahogy engem segített utána mindig is, pedig ugye hát ez egy váltás volt, ami utána ő már a többi sikeres műsorát csinálta. De azért megmaradt a kapcsolatunk, és aztán később az RTL-nél is, amikor ugye hát ő már akkor ott volt, aztán én is oda kerültem, akkor is olyan kedves volt, hogy személyesen meghívott hozzájuk sokszor, a csodálatos felesége főzött, tehát meg voltam egy vendégségbe, vacsorára, és tulajdonképpen azt is köszönhetem neki, és ez furcsa, hogy még azon kívül, mert ugye Eurovíziós Fesztivál kommentátor is volt ő évekig még a Magyar Televízióban, hogy ott a saját privát lemeztárában böngészve rátaláltam egy lemezre, amit én nagyon-nagyon sokan, nagyon régen kerestem, egy dalra, amit én gyerekkoromban ugye emlékeztem, hogy megvolt, hallottam, de aztán eltűnt a szemem elől teljesen, és ez neki, mint kommentátornak megvolt egy ilyen Eurovíziós Fesztivál dal gyűjteménye, és ez volt a Ding Dong. Tehát én mindig szoktam mondani, hogy Vágó Istvánnak köszönhetem még ezt is. A szavaidból kihallom azt, hogy nem csak szakmai kapcsolat volt köztetek, hanem azért a magánéletben is volt lehetőségetek találkozni, és mindig izgalmas kérdés az, hogy valaki, aki egyrészt egy ekkora idol szakmán belül, másrészt pedig tényleg egy olyan óriási szeretet övezi nézői oldalról, mint amit azt gondolom, hogy pályafutása során végig Vágó István magáinak tudhaton, akkor ő a magánéletben egyébként milyen ember tudott lenni, mert ebben szokott ugye némi ellentmondás lenni, hogy valaki, aki kifele a tévén keresztül meg tudja magát mutatni valamilyennek, a magánéletben egy sokkal zárkózottabb, akár introvertáltabb személyiség is. Nála mindig azt láttuk, mindig azt kaptuk tőle, aki ő igaz valójában? Hát tulajdonképpen nyilvánvalóan az igazán közeli barátai tudnának erről beszélni, de én mindig azt tapasztaltam, egyrészt nagyon nyitott volt, nagyon kedves volt velem mindig, és imádtam hallgatni, hát azért lenyűgöző volt az ő tudása bármilyen témában, akármiről volt szó, abban tényleg úgy tudott megnyilvánulni, hogy abból tanulni lehetett, és rengeteg mindent segített abban, hogy én a műsorvezetői pályát, amilyen módon, ugye nem készültem erre igazán, mert ugye annak idén ez egy olyan szakma volt, amit a legnagyobbak műveltek, és nem csináltak mást, ugye, hát, ahogy Pista is, tehát hogy ott volt Horváth János, Baló György, meg a többiek, tehát így nőttünk fel, hogy ez egy olyan szakma, aminek vannak ilyen bálványai. És amikor ez a dolog átlendült, hogy akkor most milyen érdekes, hogy akkor színészek vezessenek műsort, stb., akkor ő ebben nekem nagyon erősen nyújtott egy segítő kezet. Úgyhogy imádtam vele beszélgetni. Azt gondolom, hogy lehet mindenkinek egyébként mindenkiről véleménye. Azt viszont el szeretném mondani, hogy azt viszont felháborítónak tartom, hogy ma már ott tartunk, egy olyan stílus uralkodik, hogy valakinek a halál után 5 perccel megjelentnek olyan kommentek, olyan nyilatkozatok, ami azt gondolom, hogy tökéletesen méltatlan és mellőz mindenféle tiszteletet, amit egyébként bárki, mert mindenki megérdemel, aki eltávozik közülünk. Amúgy ő egy polihisztor volt, mondjuk amikor egy időben kerültünk az RTL-hez, de sose tudtam, hogy miért vezetsz ilyen jó műsort színészként. De most akkor erre is fény derült. Hát mert hogy egy nagyon jó tanítómestered volt, de ő tényleg polihisztor volt.
Abszolút. Hát azt mondom, tökéletesen, nem is tudom egyébként, nyilvánvalóan sok mindent tudott, amiről még én sem tudok természetesen. És azért azt is gondolom, és ezt írtam egy posztot ugye a halála kapcsán, és azt is gondolom egyébként, hogy az, hogy mondjuk ő az elmúlt években nem televíziózott, ennek igazából nem tudom az okát, nem tudom, hogy az ő döntése volt-e, vagy pedig ha nem volt lehetősége televízióban, az viszont egy szégyen. Az mindannyiunk szégyene. Mert azt gondolom, hogy neki jelen kellett volna lenni. Ki kell találni egy ilyen nagyságnak, ki kell találni, hogy miben érzi jól magát, mit szeretne csinálni, meg egyáltalán. Tehát ez ilyen nincs. És az, hogy a politika felé fordult, az pedig nyilvánvalóan megosztóvá tesz, akárki a politikába belekóstol, az megosztóvá teszi a személyét, de akkor is azt gondolom, hogy az ő életművét tisztelni kell annyira, hogy nem lehet összemocskolni mindenféle ilyen politikai szólamokkal. Én szerintem ebben a stúdióban ezzel a gondolatoddal mindenképpen mindannyian egyet tudunk érteni, és arról is szól, illetve szólt ez a néhány perc, hogy a kellő tiszteletet megadjuk neki, hiszen tényleg egy olyan munkásság van mögötte, amire mindannyian felnézhetünk, és azt gondolom mindannyian szerettük is. El kell sajnos búcsúznunk, de nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzánk ma reggel, és együtt róhattuk le a tiszteletünket Lágó István előtt. Köszönjük szépen.